Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Jela Jászmin Grace vagyok, fő témáink néhány mondatban. Kapacitás bővítő beruházás, 14 milliárd forintos fejlesztést adtak át Tamásiban. Megújult járdák, még több gyalogutat renoválnak Szekszárdon. Egyre gyakoribbak a kéménytüzekből fakadó lakástüzek, fontos ellenőriztetni az égés termék elvezetőt. 20 éves jubileum, 2 évtizede vette fel a Szent Lukács nevet a Dombóvári Kórház. ...14 milliárd forintos kapacitás bővítő beruházást adtak át a Tamási Hús Kft-nél. A jelenleg több mint 450 főt foglalkoztató cég ezzel a beruházással 255 új munkahelyet teremtett. Az esemény alkalmával Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, az élelmiszeripar stratégiai fontosságú az ország számára, már a 163 országban fogyasztanak hazánkban előállított termékeket. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Süli János Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője is gratulált ahhoz a kapacitás bővítő beruházáshoz, amelyet a Tamási Hús Kft. Hajtott végre 14 milliárd forintos befektetéssel. Az élelmiszeriparban is folyamatos innovációra van szükség, fogalmazta meg a külgazdasági és külügyminiszter köszöntőjében. A Girlinger csoport beruházása itt Tamásiban ebbe a kategóriába esik. Büszkék vagyunk rá, hogy Ausztria egyik legnagyobb húsipari vállata újra Magyarországon hajtott végre beruházást. Büszkék vagyunk arra, hogy a Girlinger csoport 5 üzeméből az egyik itt van Magyarországon, Tamásiban. Ezzel a beruházással egy új üzemet és új raktárat alakított ki a cégcsoport Tamási telephelyén, aminek köszönhetően megerősíti beszállítói pozícióit több jól ismert üzletnél és gyorsétteremnél is. Örülünk annak, hogy ez a beruházás megduplázza az önök bacon előállítási kapacitását, és ennek a megduplázott kapacitásnak a 80%-át a külpiacokon, vagyis export során fogják értékesíteni. A Tamási Hús Kft. 14 milliárd forintos beruházása 255 új munkahelyet hozott létre a már meglévő több mint 450 mellé. Pályázni lehet a feldolgozó ipari kis- és középvállalatoknak arra, hogy a kormány segítse őket az energiaszámláik kifizetésében. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a Facebookra feltöltött videójában kifejtette, a jelentkező vállalkozások energiaszámlájának 50%-át fizetik ki, de cserébe elvárják, hogy a jelenlegi munkavállalók legalább 90%-át tartsák meg, és hogy 2023 év végéig energiahatékonysági fejlesztéseket hajtsanak végre. Az energiaárak növekedése miatt megváltozik a kormányablakok nyitvatartási ideje. Az országvezetés 25%-os gázfelhasználás csökkentést írt elő az állami szerveknél, ezért 2022. november 2-a és tervezetten 2023. március 17-e között egyes kisebb forgalmú kormányablakokban és okmányirodákban szünetel az ügyfélfogadás. Az őszi-téli időszakban jellemzően alacsonyabb az ügyfélforgalom, amelyhez a novembertől márciusig nyitva tartó több mint 280 kormányablak és okmányiroda kellő kapacitást biztosít. Továbbra is minden járásban és fővárosi kerületben legalább egy kormányablak nyitva tart. Az érintett hivatalok munkatársai másik szervezeti egységekben látják majd el feladataikat. Pályázati pénzből alakítottak ki és újítottak fel járda szakaszokat Szekszárdon, összesen 3 utcában. A rendelkezésre álló forrásból még maradt, úgyhogy hamarosan további fejlesztés várható. Néhány napja készült csak el a járda a szekszárdi szőlőközben. A beruházáshoz szükséges pénzt a Paksi Atomerőmű térségfejlesztési alapítványától nyerte az önkormányzat. A körzet önkormányzati képviselője azt mondja, régi vágyuk volt a helyieknek a szilárd burkolat itt. Ugyanúgy, mint innen néhány száz méterre, ahol szintén tudtak fejleszteni a kapott forrásból. A másik járdaszakasz itt a körzetben 130 méter hosszan a Major utcával létesült, az is egy hasonló, mint ez, kászegéllyel betonsimított járda, sima, lehet látni itt a képeken, hogy ez jó minőségű járda.
A pályázati támogatásból a megyei jogú város egy másik részén is sikerült járdát kialakítani. A Mecsek utcában is van egy 113 négyzetméter, körülbelül 94 méter hosszú, ami már balesetveszélyes volt, és annak is a felújítása megtörtént. A rendelkezésre álló forrásból még több millió forint megmaradt, ezért várhatóan hamarosan újabb járdaszakasz újul meg majd Szekszárdon. Az elfogadott intézkedés nem veszélyezteti Magyarország gázellátását, tette közzé Orbán Viktor péntek hajnalban Facebook oldalán. A miniszterelnök Brüsszelben az EU csúcs találkozó első napja után posztolta ki a közösségi oldalára, hogy a legfontosabb kérdést, az energia kérdését sikeresen lezárták. Megállapodtak abban, hogy ha lesz is gázársapka Európában, az nem érinti majd azokat a hosszú távú szerződéseket, amelyek nélkül Magyarország gázellátása egyik napról a másikra ellehetetlenülne. Továbbá megállapodás született abban is, hogy ha lesz is közös gázbeszerzés Európában, az nem lesz kötelező Magyarország számára. Ezáltal nekünk továbbra is nyitva marad minden beszerzési lehetőség. A miniszterelnök hozzátette, ez azért fontos, mert csak akkor tudjuk leszorítani az energia árát hazánkban, ha minél több forrás áll rendelkezésre. Míg 2021-ben 71 lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat, addig ez a szám 2022-re már 89-re nőtt Tolna megyében. Közel 2300 négyzetméternyi terület vált a lángok martalékává a nem megfelelően használt tüzelőberendezések, illetve a nem karbantartott kémények miatt. Pár hete, hogy elindult a fűtési szezon, és ez magával hozta a megszaporodott kéménytüzeket és a szénmonoxid mérgezéses eseteket. Ezek a káresetek jellemzően abból adódnak, hogy nem megfelelően használják a háztartásokban a tüzelő-fűtőberendezéseket, valamint az égéstermék elvezető rendszereket. A helytelen használat és a nem megfelelő karbantartottság miatt pedig egyre gyakrabban fordulnak elő lakástüzek. 2022-ben 89 lakástűzhöz vonultak a tűzoltók, míg szemben az azonos időszakot vizsgálva összesen 71 tűzesethez kellett vonulnia a Tolna megyei egységeknek. Itt 2260 négyzetméternyi terület lett a lángok martalékává idén, míg tavaly az azonos időszakot vizsgálva az 1240 négyzetmétert jelent. Összesen 2022-ben több mint 260 fecskendő vonult ezekhez a káresetekhez, míg tavaly ez 212 tűzoltójárművet jelentett. A tüzelőberendezések, illetve kémények rendszeres ellenőrzésével és karbantartásával, valamint a lakások megfelelő szellőztetésével jelentős mértékben csökkenthetők az épületgépészeti berendezések használatából fakadó kockázatok. Itt ugye a füst az, ami problémákat jelenthet, például ilyen értelemben az egészségre is nyilván ennek kártékony hatása van. Egy füstérzékelővel egyébként meg lehet előzni az ilyen irányú problémákat, tehát az már jelezni fogja nekünk idejében azt, hogy valami probléma van bent, esetleg van visszáramlás. Itt megint csak akkor a kéményseprő tud segíteni. Egy társasházi lakásban az égéstermék elvezetőt a kéményseprőnek kell megvizsgálnia és ellenőriznie. A jogszabály két évenkénti ellenőrzést, szilárd tüzelés esetén éves felülvizsgálatot ír elő. A Matthias Corvinus Kollégium legutóbbi programján György Sándor a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos kutatója tartott előadást az 1956-os forradalmat követő megtorlásokról. A rendezvényen néhány olyan pert mutatott be, amelyekből kirajzolódik az akkori hatalom megtorló és megfélemlítő szándéka, ami rendre felülírta a bizonyítékokat és a hatályos jogszabályokat is. Menet közben derül ki, hogy a gyilkosság az valójában tűzhasznon való részvételt jelentette. A rablás pedig azt jelentette sok esetben, hogy az éhező lakosságnak, hogy adjanak enni, feltörtek egy élelmiszer, voltak a nemzetőrök és kiosztották a készleteket. Ezúttal a Vármegyeháza adott otthont a Matthias Corvinus Kollégium programjának. Az eseményen György Sándor a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos kutatója az 1956-os forradalmat követő megtorlásokról tartott előadást. A megtorlás ez jóformán már november 4-ével megindult. Ekkor még egy jogon kívüli megtorlásról beszélünk, ugye sokakat lelőttek tűzharcon kívül, karhatalom, új alakult karhatalom kegyetlenkedett, nem egyszer részegen ők is randadíroztak, összevertek embereket, és maga a jogi eszközökkel
folytatott megtorlás, az december 11-én vette kezdet itt a statáriummal, ami hivatalosan köztörvényes bűnözők és fegyverejtegetők ellen irányult főleg. A kommunista-szocialista rendszer brutálisan megtorolta a forradalmat. 1956. december közepétől 1961-ig 231 embert végeztek ki, nem egyszer koncepciós elemeket tartalmazó perek után, vagy megalapozatlan torzított ítéletek alapján. Emellett több mint 21 ezer főt börtönöztek be, és mintegy 16-18 ezer főt kitelepítettek. Rajtuk kívül többen estek áldozatul a karhatalom kegyetlenkedéseinek, vagy a szovjet csapatok bosszú akciói következtében. Ugye a fegyverejtegetési ügyeknél külön volt egy ilyen rész, ahol haragost, szomszédot, nem tudom, régi családi ellenséget próbáltak meg feljelenteni, ellehetetleníteni, vagy éppen pénzt kizsarolni tőle, hogyha nem fizet, akkor feljelentik fegyverejtegetésért. Tehát ennyire zűrös és sötét időszak volt ez a megtorlás korszaka. A kutató elmondta, hogy sokaknál még mindig nem zajlott le a rehabilitáció, a perek felülvizsgálata még napjainkban is folyik. Csütörtökön 4 anyagi kárral járó baleset történt Tolna megye útjain. Egy autós reggel okozott balesetet Dombóváron. A sofőr az elsőbségadás kötelező jelzőtáblánál lassított, majd megkezdte a jobbra kanyarodást, azonban nem észlelte a védett úton egyenesen közlekedő autóst és neki ütközött. Az 56-os főúton a Szekszárd belterületén egy terepjáró balra akart kanyarodni, de a manőver során nem győződött meg arról, hogy autója előzését már megkezdték, a két kocsi összeütközött. A másik két anyagi káros balesetet a sebesség nem megfelelő megválasztása okozta, a balesetekben senki nem sérült meg. 2022. szeptember 16-ától Megyeri Zsolt lett a Bonyhádi rendőrkapitányság megbízott kapitányság vezetője. A rendőr alezredes több mint 3 évtizede lépett be a rendőrség kötelékébe, és ez idő alatt gyakorlatilag az összes beosztást betöltötte, ami a járőrtől a kapitányság vezetői tisztségig előfordulhat. Szakmai pályafutása során minden nagyobb eseményen részt vett, ami Magyarországon történt, úgy mint a taxis blokkád a 90-es években, vagy az öböl háború idején a paksi atomerőmű őrzése. Mostani posztján fő feladatának tekinti Bonyhádváros közbiztonságának fenntartását. Évfordulót ünnepeltek a Dombóvári Kórházban. Az intézmény ugyanis 2 évtizede vette fel Szent Lukács nevét. A program során a résztvevők előadásokat hallgathattak meg. Az országos tiszti főorvos is részt vett a Dombóvári Szent Lukács Kórház 20 éves jubileumi rendezvényén. Beszédében hangsúlyozta, mindig öröm számára, amikor Tolna megyébe hívják, egyúttal megköszönte az egészségügyi dolgozóknak a helytállást a vírushelyzetben. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor, akik itt tettek, sürgölődtek a betegek körül, és gyógyulásukat, ápolásukat szolgálták, olyan missziós feladatot hajtottak végre, amire egész életükben nem is gondoltak. Hiszen legyünk őszinték, egyikünk sem gondolt erre, hogy mi vár ránk, és talán jó is volt, jobb is volt ez így. A Dombóvári intézmény éppen 20 éve viseli az egykori orvos és evangelista Szent Lukács nevét. A megemlékezést ahhoz a naphoz igazították, amikor a kórház parkjában álló hazai, német és svájci adományokból épített kápolnát felszentelték. A mostani ünnepnek is ez az épület adott helyet. A program során résztvevők előadásokat hallgathattak meg. A gyógyítás Szent Lukácsi modelljéről, amiben az én hitvallásom szerint a tudomány mellett a lélek, a művészet és a spiritualitás is szerepet kell, hogy kapjon. A témák előadói Felföldi László, pécsi megyés püspök, valamint dr. Bogár Lajos, anesteziológia, intenzív terápiás szakorvos voltak. Regionális híreink következnek. Hatalom politikai túlélés, a DK pécsi szerepléséről a jobboldali politikus. Újabb projekt zárult le, megújult a Sátorhely és Villány közötti összekötő út. Különleges irodalmi utazás, Somogyba érkezett a Petőfi Múzeum busz. Átvenné az uralmat a baloldalon a Demokratikus Koalíció Pécsen is, ezt mondja a helyi Fidesz önkormányzati képviselője.
Barkóczi Csaba szerint a Baranyai megyeszékhelyen elindult a helyezkedés. A DK kihelyezett frakció ülésén kiderült, Gyurcsány Ferencék világossá tették, a pártjuk az ellenzék vezető ereje országosan, és ezt érvényesíteni akarják Pécsen is. Így magukhoz csábítanák azokat a politikusokat a baloldalon, akik eddig a szocialisták erejében bíztak a Baranyai megyeszékhelyen. Kálmán Olga és Varga Zoltán országgyűlési képviselők igen, Gyurcsány Ferenc nem jelent meg a pécsi vásárcsarnoknál csütörtök reggel. Korábban arról lehetett olvasni, hogy a pártelnök is kilátogat, és piacozik a párt országos és helyi politikusaival. Szerettük volna megkérdezni erről, illetve a két napos kihelyezett frakcióülésről is a képviselőket, de nem akartak nyilatkozni. Gyurcsány Ferenc és pártja elszánta magát, és meg hozzáfogtak Pécs megszállásához. Ezt mondja a helyi Fidesz önkormányzati képviselője a Demokratikus Koalíció pécsi látogatásáról. Barkóczi Csaba szerint a városvezetőt is befogadják soraikba. Ezt jelzi szerinte a szerdai frakcióülés. A tegnapi napon egy kihelyezett frakcióülést tartott a Demokratikus Koalíció itt a pécsi városházán, ahol kívülállók közül egyedüliként Péterfi Attila vehetett részt, és hát ez is azt mutatja, hogy a pécsi szocialisták közül többen is, valamint Péterfi Attila polgármester is most már felismerte azt, hogy a politikai túlélése az gyakorlatilag attól függ, hogy sikerül-e kiszolgáltatnia és tárcán kínálnia a város Gyurcsány Ferencnek, aki ezt nyilván örömmel fogadja. A tavaszi választások után alakultak úgy az erőviszonyok, hogy országosan a baloldal vezető ereje a DK lett. A szocialisták pedig meggyengültek. Pécsen azonban még tartják magukat az önkormányzaton, ezért érkeztek a Baranyai megyeszékhelyre Gyurcsány és a képviselők. Céljuk, hogy bedarálják a baloldalt és megmutassák, hogy a DK vezeti ezt az oldalt Gyurcsány Ferenccel az élen. Mondja a pécsi Fidesz helyi képviselője. Teljes felújításon esett át a sátor hely és villány közötti összekötő út. Mintegy 1,4 km hosszú szakaszt korszerűsítettek a szakemberek. Az átadó ünnepségen elhangzott, hogy ez a beruházás beleillik a Mohács 500 programba és a megye útfelújítási tervébe is. Teljesen megújult a sátorhely és villány közötti összekötő út. Egy TOP pályázat keretében valósult meg a beruházás, melynek részleteiről a közútkezelő megyei igazgatója beszélt. Bánki László elmondta, hogy három csomagból áll a közlekedésfejlesztés mellékútfelújítás projekt. A harmadik csomagban összesen 7 helyszínen, 12,5 km hosszon, 4-5 számjegyű, leromlott műszaki állapotú út újult meg. Ennek része ez a szakasz. Felújítás kezdetekor itt a legrosszabb leromlott teherbírású felületeken teljes pályaszerkezet cserét végzett a kivitelező, tehát úgy kell elképzelni, hogy elbontotta a régi pályaszerkezetet és teljesen újraépítette, új szerkezet került megépítésre. Van egy rövidebb szakasz, ahol betontáblás szerkezet volt, az kapott egy aszfaltrácsos elválasztó erősítő réteget. Ezek után pedig a teljes felület két aszfaltréteget kapott, illetve az útpatkát is kialakították. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy a beruházás megvalósítását a Mohács 500 program is indokolja. Megyünk tovább Majs irányába is, ugye a Nagynyárad felé jó az út, Voly irányába, és előbb-utóbb ez a rendezett állapot a két csatasír térségében megvalósul, minden egyes fejlesztés, mint egy dominót rakunk össze. A közeljövőben fogunk utat avatni Villányköves térségébe, az megint Mohács 500 hoz illeszkedő fejlesztés. A fejlesztés beleillik a megyei útfelújítási tervbe is. Baranya megyébe két nagy csomagban összesen több mint 5,5 milliárd forintba értékben volt lehetőségünk közútfejlesztésre a megyei fejlesztési források felhasználásával. Ebből a több mint 5,5 milliárd forintból számos forgalmas baranyaiak által használt útszakasz újulhatott meg. Őri László hozzátette, hogy elindult már az új fejlesztési időszak. A jövőben így a kormányzat támogatásával több mint 8 milliárd forint jut megyei útfejlesztésre, ami közel 30 kilométernyi útszakasz felújítását fedezi. Somogyba érkezett a Petőfi Múzeum busz. A Petőfi Irodalmi Múzeum a költő születésének 200. évfordulója alkalmából indította útnak a rendhagyó interaktív irodalmi tárlatot. Ebben Petőfi Sándor életének érdekességeit is megismerhetik a látogatók.
Petőfi Sándor életének érdekességeit is megismerhették a kaposvári diákok a múzeumbuszban. Ezt a portrét ezt Petőfi készítette Arany Jánosról, ugye nagyon jó barátok voltak, és Arany Jánosnak annyira tetszett ez a kép, hogy azt mondta, hogy ha esetleg portré készülne a Pesti Divatlapba róla, akkor ezt nyugodtan alapul vehetik, mert annyira megragadta a költői lényegét ez a jó barátja Petőfi, hogy nagyon tetszett neki a kép. Az interaktív tárlaton Petőfi öltözködési szokásairól is többet megtudhattak a látogatók. Ezt a lila frakot, ugye a citromsárga csokornyakkendővel hordta. Kaposváron egymást váltották az iskolás csoportok a múzeumbuszban. A Kinizsi iskola hatodikos diákjai is felfedezték a tárlatot. Interaktívan meg voltak csinálva, és meg lehetett nézni például a képeket, és nagyon sok játék és érdekes dolog van itt. Nem csak diákok, hanem felnőtt látogatók is felszálltak a Petőfi buszra. Úgy gondolom, hogy minden olyan kezdeményezés nagyon fontos, ami gyerekeket közelebb hozza, akár a tananyaggal kapcsolatos, és egyéb ismereteket is, úgyhogy nagyon jó ötlet. A kiállításból a többi között kiderül, hogy a túrós csusza és a kocsonya volt Petőfi kedvenc étele. Egy kocsonyás tálat is bemutatnak az interaktív tárlaton, ahol mesélnek a Pilvax kávéházról is, ahova még kutyákat is beengedtek. A Petőfi busz Petőfi születésének 200. évfordulójára készült el, és az ő életét próbáljuk bemutatni egy kicsit inkább egy jobban feldolgozható módon, tehát nem a születésétől a haláláig szeretnénk bemutatni az ő életét, hanem inkább az életének fordulópontjait, kapcsolatait, akár a családjával, a legjobb barátjával, vagy éppen feleségével. A tanév elején indult útjára a Petőfi Irodalmi Múzeum új vándorkiállítása a Petőfi busz. Célja, hogy minél több településen megmutassák a költő személyesebb oldalát, karakterét és életművének fontosabb elemeit. Bármilyen korosztálynak nagyon szívesen tudjuk ajánlani ezt a kiállítást, mert egészen az óvodásoktól a legidősebbekig mindenki megtalálja maga kis Petőfiét ebben a kiállításban, mindenki nagyon élvezi és nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk mindenkitől. A busz Marcali után Kaposvárra érkezett, majd pénteken Csurgon zárja Somogyi túráját. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Kapacitás bővítő beruházás 14 milliárd forintos fejlesztést adtak át Tamásiban. Megújult járdák, még több gyalogutat renoválnak Szekszárdon. Egyre gyakoribbak a kéménytüzekből fakadó lakástüzek, fontos ellenőriztetni az égés termék elvezetőt. 20 éves jubileum, 2 évtizede vette fel a Szent Lukács nevet a Dombóvári Kórház. Szombat reggel délelőtt eleinte napos időben bízhatunk, majd nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Helyenként számítani lehet időszakos esőre. Éjjel nyugat felől fokozatosan vékonyodik, csökken a felhőzet. Vasárnap eleinte párás, foltokban ködös idővel indul a nap, majd fátyol felhős az évszakhoz képest enyhe idő várható gyenge délies légmozgással. Hétfőn a napsütés mellett megélénkül a dél-délnyugati szél, ami további enyhülést hoz. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!